Vendégeim pedig Bencsik Gábor és Hont András. Jó estét kívánok az uraknak. Szerintem. Jó estét. Mindjárt átérünk a kérdésre. Előtte összegezve egy picit lemondott Novák Katalin köztársasági elnök, Varga Judit és most Balogh Zoltán is. Itt megáll ez az ügy vajon? Nem. Ez az ügy nyilván elég sokáig napirenden lesz. Politikailag, ha én ellenzék volnék, akkor természetesen igyekeznék napirenden tartani, mert úgy érezném esetleg, ha mondjuk ellenzék lennék, hogy itt fogást lehet találni a Fideszen. Tehát egy darabig ez még napirenden lesz, de most egy furcsa helyzet áll elő, én úgy láttam, ugye kint, éppen adásunk idején kint vannak a tüntetők a Hősök terén. Én úgy érzem abból a kevés benyomásból, amit láttam, hogy ebben most van annyi töltet ebben a tüntetésben, mint mondjuk a netadós tüntetésben volt. Csak az a furcsa helyzet, hogy most a Fidesz olyan bűnér fizet, amit nem követett el. Ezért, mert ezt nem követte el valójában, ezért azt gondolom, hogy végül is ez a fajta napirenden tartás, ez ki fog fulladni, nem is azért mennek igazán ki az emberek. Vagy átfordulhat egyfajta építő jellegű jövőre nézve. Ugye a felszólalásokban is az volt, hogy a múltat már nem lehet megváltoztatni, a jövőt kell, akár törvényszigorítással, egyéb eszközzel. De nem tudom, hogy bármilyen mértékben is a fényes jövőhöz a szigorítás az hozzájárul-e, bármelyik területről van szó. Alapvetően azt gondolom, hogy először gondolkodni kell arról, hogy mi jó a társadalomnak, és hangsúlyosan mi jó a gyerekeknek, és ez nem feltétlenül mindig a szigor. Hát önmagában az, hogy kegyelmeket nyújtanak be folyamatosan, és rekorder kegyelemadó a most lemondott köztársasági elnök, az is részben annak tudható, hogy tele vannak a börtönök mindenféle különböző büntetőjogi szigorítások miatt. Én nem tudom, hogy mire fog kifutni a tartalmilag ez a kérdés. Nem nagyon hiszem azt, hogy több klinikai szakpszichológusért és jobb étkeztetésért van demonstráció, az pedig, hogy ki fog lemondani, azt nem tudom, nem az ellenzék mondatott le eddig sem embereket, és eddig sem az ellenzék csinált igazából botrányt, hanem személyesen a miniszterelnök. Amikor a miniszterelnök megszólalt csütörtökön, akkor lett igazából botrány. Odáig ez a megmaradt volna a szokásos pezsgésen belül. Én ezt nem másképp, szerintem ez a bomba felrobbant. Tényleg, a miniszterelnöknek tüzet kellett oltani. Havária helyzet állt elő, és úgy döntött szerintem nagyon logikusan, hogy radikális választ ad erre. Ha nem adott volna radikális választ, akkor ezzel nagyobbra is nőhetett volna a probléma. Ahhoz, hogy tüzet oltson, ahhoz először tüzet kell nyitni. Szerintem megtörtént. Utána majd lehet oltani, szerintem ez működik hosszú évek óta. Most sincsen másképp. Ma a kormányinfón Gulyás Gergelynek azért voltak erős mondatai. Tévesnek kell nyilvánítani a különféle ilyen jellegű kitüntetéseket, amit például ugye az illető is kapott, aztán nem kellett volna ellenjegyeznie a törvényt Varga Juditnak. El tudja képzelni, hogy nyilvánosak legyenek a kegyelmi döntések indoklásai, nem kellett volna megkegyelmezni ennek a személynek. Tehát azért lehet látni ilyen és ehhez hasonló akár eszközök, módosítások segíthetik a Fideszt leválni erről a problémáról. Te azt mondtad, hogy ugye ez nem a Fidesz bűne, de most mégis a Fidesz bűnhődik. Ebben viszont az Andrással egyetértek, hogy nem jogi szigorításokkal. Ez az egész nem arról szól, amit mondanak. Hogy lehet megnyugtatni most a társadalmat? A társadalom napirendre tér, újabb és újabb botrányok keletkeznek, és azok fölött is napirendre tér. Ezen szerintem azért fog napirendre térni, mert nem arról szól a történet, mint amit mondanak. Nem a gyerekekről szól ez a történet, hanem most sokan úgy érzik, hogy fogást találtak a Fideszen, és akkor ezt most itt ütik a vasat, mert melegnek
gondolják. Jó, szerintem ez, Gábor, ez így van minden egyes alkalommal, mi van Bayer Zsolt nagyapjával, mi van a szuverenitásvédelmi hatósággal, mint Gestapóval, mi van a Katával, amivel most munkik bele a kormány, és így tovább. Ezekkel mind mi van. Azt a jó szándékot azért feltételezzük azokról az emberekről, akik mondjuk kimentek a tüntetésre, hogy ezeknek a nagy része tényleg a gyermekek miatt ment ki, a gyereknevelés miatt ment ki, a gyermekvédelmi kérdések miatt. Hát azért nézem a tudósításokat, látom, hogy kimentek a kormánytól nem messze lévő TV2-nek a különböző arcai, most látom, hogy kim van a magyar válogatott, labdarúgó válogatott orvosa Zaher Gábor, gondolom ők nem feltétlenül azért mentek ki, hogy fogást találjanak Orbán Viktoron, vagy ha igen, abban az esetben a TV2-ben és a magyar válogatottban beférkőzött az ellenzék. Ezt se tartom kizártnak. De az adás elején a tudósítónkat kapcsoltuk a helyszínről, és ő is azt mondta, hogy igyekeznek megtartani a párt semlegességet ezen az eseményen, ugyanakkor a felszólalásokban azért nagyon erős kormánykritikát is megfogalmaznak. Nyilván egy ilyen eseményen, egy demonstráción, tüntetésen erre lehet számítani. Ugyanakkor néztem én is, amit lehetett a élő közvetítésekből, fotókból, ott azért megjelent olyan tábla, hogy pedofidesz, Balogh Zoltán fejét adták, hogy lógjon, tehát ott már a halálát kívánták, azért itt van jó néhány olyan megmozdulás, ami lehet, vagy inkább ez 2006 dolog, ami... óta így van ebben az országban, a 2006-os demonstrációkon is fel volt kötve az összes létező baloldali tévészemélyiség és politikus bábúja a különböző Kossuth tért övező lámpaoszlopokra. Azóta ez, hogy is mondjam, meglehetősen szomorú kellékévé vált a magyar demonstrációknak. Úgy néz ki, hogy ezzel az ízléstelenséggel is, mint annyi mással együtt kell tudnunk élni. És hát azt is látni kell, elfogadom, hogy a legjobb szándékkal megy ki nagyon sok ember a térre. De hát ez egy politikai baleset volt. Itt nem arról van szó, hogy a Fidesz nem jól védte a gyerekeket. Arról van szó, valószínűleg, ma megint egy picit, talán többet tudunk, arról van szó, hogy Balogh Zoltán a saját jó szándékát tökre félreértette, és azt gondolta, hogy ártatlanul meghurcolt embert ki kell hozni ebből a meghurcoltatásból. Ez több rendbelileg teljes félreértése volt az egész kegyelem, a elnöki kegyelem intézményének. De amiről... honnan tudod? Benne vagy a Balogh fejében, ugyanis erről egy mondatot nem mondtam. De mondott ma, majd lényeges, abban a hiszemben cselekedtem, hogy az az ember ártatlan. Ezt ma végre kimondta. Hát, és ezt, de Balogh Zoltán, ezt, ne haragudj, ezt miből gondolhatja egy több lefolytatott eljárás után? Egy csomó ember gondolja azt, csomó ítéletről, hogy az méltatlan, túlzó, igazságtalan, hamis, etc. De mondom, ez egy katasztrofális szereptévesztés. Az elnöki kegyelem nem harmad vagy negyed fokú fellebbviteli bíróság. Ez tök félreértés a dolognak. De az, amiről a téren beszélnek, hogy a Fidesz nem jól védi a gyerekeket, annak ehhez az ügyhöz semmi köze. Ez egy baleset. Egy gazember, két gazember, három gazember ott gazemberkedett. Repülők is leesnek, és ez nem azt jelenti, hogy a légi irányítást el kell csapni, hanem... Hát azért ki kell vizsgálni, adott esetben a légi irányításnak van ehhez köze. Ezt is ki kell vizsgálni, természetesen, de nem rendszer szint, ez most speciál, tökre nem rendszer szintű probléma. Ezzel egyébként alapvetően egyetértek, ugye nekem szegezik a közösségi médiában számtalan helyen azt a mondatomat, amikor három nappal az első hírek megjelenése után én azt mondtam, hogy Novák Katalin ebben nem fog belebukni, ezt így is gondoltam, és szerintem most is visszanézve az eseményeket, ezt alappal gondoltam így, önmagában is ennek a jogi jelentősége, ami történt, meglehetősen kicsik, pár hónapról beszélünk. Ugye pár hónap múlva szabadult volna ez az ember, állítólag már a reintegrációs házi őrizetben volt, nem tudom pontosan, éppen ezért teljesen fölösleges az egész procedúra. Politikailag annyiban a süsűségnek a ne továbbja, hogyha egyébként fel van építve egy kommunikáció, amely szerint magyar kormány védi a gyermekeket Brüsszeltől, abban az esetben egy ilyen ügyben nem lobbizok kell egy kegyelemért, és nem adok kegyelemet, ez teljes egészében egyértelmű, hogy politikailag a létező legnagyobb aklövés, de ez még mondom még egyszer, mint el a alapügy jogilag
nem egy olyan velőtrázó valami, ezt, mint az összes szokás botrányt még mindig fedő alatt lehetett volna tartani, ezt a miniszterelnök emelte föl. Te azt nem hiszed el akkor, amit Gulyás Gergely nyilatkozott ma, hogy a miniszterelnök is, és jó néhány kormánytag is a sajtóból értesült erről a kegyelmi döntésről? Ez nem zárja ki, amit mondok, vagy elhiszem, vagy nem hiszem el, nem tudom, nincsen erről egyébként véleményem, vagy ha van véleményem, akkor egyelőre a jövő hétig megtartom magamnak, de én soha nem állítottam olyat, sőt, személyes ismeretségem alapján is, ami azért jó pár évtizedre nyúlik vissza, hogy a miniszterelnök ne tudna gyorsan dönteni. Szerintem elég gyorsan tud ő dönteni, hogyha úgy gondolja, és az ösztönei is meglehetősen jók, hogyha azt gondolja, hogy most azonnal dönteni kell. Én is ezt gondolom, hogy Orbán Viktor 35 éve a politika élmezőnyében focizik. Soha ekkora hibát, tehát nem követette. Gondolom, mikor értesült az eseményről, akkor a létező összes vészcsengője is csörömpölt, és a lámpák villogtak, hogy úristen, itt egy rettenetes akna van, amit hatástalanítani kell, és van olyan, talán emlékszel, Gömöri Bandira, nagyon okos, nagyszerű újságíró volt, ő mondta egyszer, hogy vannak helyzetek, mikor operálni kell. Én szerintem úgy ítélte meg, hogy most azonnal vágni kell, veszem, ami vész. Szerintem az, hogy most azonnal vágni kell, ahhoz azért még egy-két meccist a szikével csinált annak érdekében, hogy vágni kelljen. Tehát, hogy a beteg állapota rosszabb legyen, hogy az operációra feltétlenül szükség legyen, szerintem ahhoz ez köze volt. Amit jelen pillanatban látunk, azért van egy, hogy is mondjam, hatalmi rendet vágás a rendszerben. Te számítasz a következményekre? Ebből a szempontból? Hát mindenképpen... Most nem a jogi, meg törvényalkotás, meg egyébre gondolok. A nemzeti együttműködés rendszere más megközelítésben mások által. Orbán rezsim, bármi más, ez egy beállt, tartósan beállt szisztéma. Ahhoz, hogy működőképes legyen, és mondjuk ne... ereszkedjenek meg a különböző csavarok, ahhoz időről időre az egészet meg kell mozgatni, hogy ne lustuljanak bele emberek a helyzetükbe, szerintem egyébként folyik. Tehát, hogy Lázár János választókerületi elnöki lemondásától kezdve, vagy sőt, még először Varga Judit miniszteri lemondásától kezdve Lázár Jánoson át, egészen most Rogán Antalt érintő különböző kritikáig, ez mind olyan, hogy mozogjon egy kicsikét a rendszer, mert különben még a végén bajok lehetnek. Az egyébként el tudja mondani a Fidesz a saját táborának jelen pillanatban, hogy minket ugyan legyőzni választáson nem tudnak, ezt egyébként én is így gondolom meglehetősen régóta, viszont ha hibázunk, akkor ugrásra készen várja mindenféle ármányos erők, hogy átvegyék a hatalmat. Visszatérve egy kicsit magára a gyermekvédelem kérdésére, és ezt az előbb Pindrok Tamástól is kérdeztem, ugye a Fidesz most azt mondja, hogy egyfajta politikai konszenzusra lenne szükség a többi párt, ellenzéki pártot is ideértve, hogy akár már az alkotmány módosítást is megszavazza az ellenzék, mert mondjuk ez az első, amit most látunk, mint lépcsőfokot, és utána majd a további eszközökről lehet beszélni, meg lépésekről. Lesz-e? Mert ugye most ez egyfajta kommunikációban... A kormányzást az ellenzék nem fogja tudni átvenni. Itt vannak kormányzati lépések, jogszabályok, amiket meg kell hozni, hogy például az intézmények az intézményvezetők főnökei milyen jogkörökkel rendelkeznek, mit lehet akkor csinálni, ha jelzések érkeznek, ha jelzőrendszer beri. Azt itt nagyon-nagyon kényes kérdésekről van szó, mert a Hír TV-ben hagyománya van annak, hogyha a pedofiliáról, mint betegségről elkezdenek beszélni, akkor abban szép következmények lehetnek. Tehát én ezt most nem tenném, mert úgy gondolom, hogy az állásodra szükséged van még. Nem én beszéltem. Nem. De hát, hogy tényleg egyébként olyan dolgokról van szó, amikor egy szokottnál nagyobb jogkörrel rendelkező emberek kellenének a gyermekvédelmi intézmények tetejére. Ezeknek nincsen jelen pillanatban meg a jogszabályi háttere. Nincsen meg az, hogy mit lehet csinálni olyan esetekben, amik biztos, hogy nem érik el, nem úgy a bűncselekmény szintjét, hanem még a rosszat sem, de aggasztó. Ki tud ilyenkor közbelépni? Mire?
Milyen alapon? Na igen, de hogyha most a civil társadalom, az emberek azt várják, hogy történjen valami, akkor az ellenzéki pártoknak is szüksége van arra, hogy ne legyenek hiteltelenek, hogy már pedig, ha már konszenzus van a pedofilia elítélését illetően, akkor közösen gondolkozzanak a kormánnyal. Itt ugye két sínje lesz ennek a dolognak. Egyrészt van egy örök eklézsia szempe reformanda, most igazán elmondható, az egyházat örökké reformálni kell, ezt a rendszert is reformálni kell. Például a jelzőrendszer még részletesebb kiépítése fontos dolog, de egy másik dolog is lesz, hogy nyilván a Fidesz most kommunikációban igyekszik meggyőzni a minél nagyobb részét a lakosságnak, hogy ez nem az ő hibája, sőt, mindent megtesz azért, és lám a többiek nem csatlakoznak hozzánk. Ez egy kicsit csapdahelyzet az ellenzék számára. Ha nem megy bele, akkor vádolható, ha belemegy, akkor legitimálja a Fidesz. Ezt el fogják játszani, és ezzel nagyjából szerintem el is csitul. Ez lesz. Holnap mindenki akkor a gyermekvédelmet fog kapni, hogy attókódú. Jövőre is? Amint két év múlva is ezzel fognak foglalkozni? Az ember azt várna, hogyha most ennyire hangsúlyosan foglalkoznak vele, akkor ezt nem felejtik el egy idő után. Most nem feltétlenül a kormányról beszélek, meg a pártokról, hanem a társadalomról. Olyan mértékig álszent a nyugati társadalom, beleértve a magyar társadalmat is. Annyira az erkölcsi felháborodást akarja mutatni mindenki, és főleg az elit, hogy én egyszerűen nem hiszek abban, hogy ez egy gyakorlati, kézzelfogható és tartós eredmények egyáltalán érdeklik úgy általában az embereket. Köszönöm, hogy itt voltatok.